Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Már elindultak ezek a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. A mai napon, 27-én a harmadik napot éljük át, és ahogy mi ezt átéljük, ezt átvisszük jövő év márciusára. Ugyanaz az energia, hasonlóak az események vagy kapcsolatok. Tehát ügyeljünk arra, hogyan éljük át ezt a napot. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást, amire még jelentkezhettek. Ennek van egy részt, egy gyógyító hatása, különösen lelki betegségeknél, depressziónál. Azon kívül van egy bizonyos téma, ami segít abban, hogy ez megvalósuljon. Azon kívül kihat ez a szertartás március hónapra, nem csak a gyógyító erőre, hanem arra is, hogy szerencse legyen márciusban. Milyen témákról van szó? Az álmokról, a vágyakról, az elképzelésekről és a hitedről, hogy higgy abban, hogy ez az álom megvalósul. És ebben segít ez a szertartás. A díjam 4000 forint, még mindig jelentkezhettek ezekre a szertartásokra e-mailen keresztül. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Melyik álom valósul meg, és mikor. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társad, vagy a férfiak itt láthatóak, tehát veled szemben. Egy vonalban vagytok a kirakásnál, az jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Sőt, az is szép, hogy ez a férfi feléd tekint, te felé tekintesz, tehát megvan az érdeklődés is. Sőt, itt látható a szerelem istennője, és átnyújtja számotokra ezt a lobogó szívet, tehát szerelemről van szó, vagy egy közös életútról, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot, azt is, hogy ez a férfi mindig visszatér hozzád. A gólyák jelentik a változásokat, itt a csillagkép hozza a szerencsét, azt is jelenti, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És a madarak jelentik a könnyűséget és a kommunikációt. Itt változnak a dolgok. Azon kívül itt ezek a kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt van egy levél, egy hír. Vagy tervezi azt, hogy ír neked, vagy megvan nála ez az elvárás, hogy te írj neki. Itt szerelemről van szó. A feje fölött ez a virág csokor jelenti a jó gondolatokat, azt is, hogy ő tisztában van azzal, hogy mennyire nőies vagy, látja a szépségedet, hiszen ez a virág csokor erre is utalhat. Amit a virág még jelenthet, egy kellemes meglepetés, egy jó hír, egy meghívás vagy egy ajándék. Itt ez a hölgy tartja a kezében a kulcsot. Az jelenti az ő magabiztonságát, de azt is, hogy ezzel a kulccsal kinyílik itt egy kapu. Ezek a lehetőségek. És pontosan ez jelenik meg a gondolataiban, tehát keresi veled a kapcsolatot, bízik abban, hogy lesz egy jó hír, vagy egy meghívás, és lesznek ezek a lehetőségek. Itt a medve utal az ő élet erejére, és ez a fa jelenti azt a helyet, ahova ő oda szeretne érkezni.
ahol le tud gyökerezni. A te gondolataidban itt ezek a kártyák láthatóak. Itt ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Itt tisztázódik valami úgy februártól kezdve. Itt lesznek kapcsolatok, beszélgetések, amit a torony mély jelenthet, ha fogva érzed magadat ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat. Itt vannak még fájdalmas emlékek a múltból, különösen azokról a dolgokról van szó, amit te fél évvel ezelőtt átéltél. De lesznek változások, hiszen a kassa elvágja a tornyot, ezeket az eseményeket, és itt lesznek új kapcsolatok, beszélgetések, és ez az út jelenti akkor ezt a kiutat ebből a labirintusból. Nem a napokban várható ez, hanem úgy február hónaptól kezdve lesznek ezek a változások. Ami őt illet, a háta mögött ott van ez a kereszt, és ez szimbolizálja a döntéseket, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és itt a gólyák is jelentik ezeket a változásokat. De mivel ő eltekint a kereszttől, hiszen hátat fordít ennek, az azt jelenti, hogy jelen pillanatban még nem akar döntéseket hozni, hiszen átgondolja a dolgokat, időre van szüksége, és ez is eltarthat február hónapig. A háta mögött megjelenik ez a kígyó. Ez utalhat a gyógyító erőre is, ugyanúgy, mint a fa, itt is megvan az életerő, a gyógyulás, tehát ha valaki beteg a környezetben, akkor itt megvan a gyógyító erő. Amit ez a kígyó még jelenthet egy nő a múltjából, de ő ezt lezárja, hiszen ez a koporsó lezár bizonyos dolgokat, eseményeket, kapcsolatokat. Itt a koporsó felett megjelennek a gólyák, ezek is a változásokra utalnak. Azon kívül láthatóak itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát az egerek eltávolítják ezt a nőt a múltjából. Ebben bízhatsz, hogy lesznek itt változások, jó tervek, egy ajándék, egy kellemes meglepetés. Tehát ha ez az álom nálad, hogy a párkapcsolatban javuljanak a dolgok, akkor ez az álom megvalósul, különösen úgy február hónaptól kezdve. A hivatalos dolgoknál is lesznek események, változások, javul a helyzet, hiszen itt a torony mellett ez a lilium virág segít abban, hogy tisztázódjanak a dolgok. Ez is aktuális. Ami az anyagiakat illeti, erre utalnak itt a halak, a hegy jelenti még a problémákat, a gondokat, a kiadásokat, a veszteségeket, vagy a félelmeket, de a kasza segít abban, hogy eltávolítsa ezt a hegyet, és akkor javul az anyagi helyzet. Sőt, ezt én már most is így látom. Itt az anyagiak alatt megjelenik ez a kislány, a kezében a négy levelű lóhere, és az jelenthet nyereményeket is. Ami a baráti kapcsolatokat illeti, itt is voltak problémák, lehet, hogy valaki kihasználta múltban, nem csak az anyagi dolgokat illetően, hanem rabolta az idődet, az energiádat,
itt is tisztázódik valami, hiszen a lilium ilyen hatással hat ki rá. Ami viszont ezt az ingatlant illeti, vagy a te otthonodat, vagy a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat, itt tisztázódni fog valami, de nem jelen pillanatban, hanem az el fog tartani június hónapig. Jelenleg itt még látható ez a ravasz róka. Az jelentheti azt, hogy van hamisság a környezetedben, de ezen jelenleg nem tudsz változtatni. És itt látható a nap, amikor kiderül az igazság, azon kívül itt ez a nap utal a nyárra, mivel a kislány van itt a közelben, akkor itt június hónapról van szó. Júniusban megvan a remény arra, hogy szerencse legyen, javuljon a helyzet, előre menjenek az események, vagy ha változtatni szeretnél valamit az otthonodon, ez lehet egy költözködés is, akkor a ravasz róka figyelmeztet téged arra, hogy jelenleg ez még nem jó ez a döntés. Várj június hónapig. Akkor lesz szerencse, akkor vannak meg a lehetőségek, akkor mennek előre a dolgok. Ha van egy álom, és ez kihat a munkádra, a hivatásra, akkor meg kell tekintenünk ezt a kártyát, ezt a horgonyt, hiszen szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt befejeződik valami. Az is lehet, hogy a munkahelyen ez a nő eltávolodik, aki eddig megnehezítette a dolgaidat. Amit még ez a kártya jelenthet, vagy a munkahelyi változásokat, megvan arra a lehetőség, hogy legyen ez a változást, éld ezt a kreatív tevékenységet, és a könyvek jelenthetik a te tudásodat, de egy továbbképzést is. Februártól kezdve számíthatsz arra, hogy megvan a lehetőség arra, hogy változtass valamit a munkádon, a hivatásodon, vagy tanulj valamit. Minden úgy jóra fordul, sőt, én februártól látom ezeket az eseményeket, ezt a javulást, hogy ez az álom megvalósul. Kihat természetesen március hónapra is, hiszen akkor már minden úgy aktuális, csupán, ami ezt a házat, az otthonodat, a rokonságot illeti, ez még év elején nem túl kellemes. Itt vannak bizonyos kapcsolatok, dolgok, ami téged elszomorít, vannak hamisságok a környezetben, vagy nem érzed jól magad, itt az otthonodban, ezen a helyen, és szeretnél változtatni ezen, költözködni, akkor tedd ezt meg június hónapban, mert az hozza neked a szerencsét. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!